kérdőíveken, mondjuk meg az államnak, mi legyen ingyen. Lassabban, folyamatos a munka a 47-esen. A retro jegyében múzeumok éjszakája Orosházán is. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddi híradójában. Lássuk is legfőbb híreinket. Közigazgatási rezsicsökkentés. Így hirdette meg a kormány azt az új akciót, amelyben 10 milliárd forint összegű költségcsökkentést kíván elérni az állampolgárok és a vállalkozások javára. A cél, hogy a hatósági eljárások során fizetett költségek csökkenjenek. Azt, hogy melyik ügytípus legyen ingyenes, mi állampolgárok javasolhatjuk egy kérdőíven. Mondjuk meg az államnak, mi legyen ingyen. Így lehet lefordítani azt a kezdeményezést, amit a kormány indított néhány héttel ezelőtt. Ingyenes legyen az adóhatósági igazolás? Kelljen-e fizetni az ellopott igazolványok pótlásáért, vagy a felsőoktatási felvételi eljárásért? Ez csak három lehetőség azok közül, amik díjmentesek lehetnek a hivatalokban. Azt, hogy melyik ügytípus legyen ingyenes, mi állampolgárok javasolhatjuk egy kérdőíven. A konzultáció keretében az ügyfeleink számos hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának, illetve illetékének csökkentésére és megszüntetésére tehetnek javaslatot. Az állampolgárok és a vállalkozások részére külön kérdőív készült. Mindkét kérdőív kitöltése teljesen önkéntes és anonim. Külön kérdőív van tehát a magánszemélyeknek és a vállalkozóknak. A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének csökkentésére, megszüntetésére tehet javaslatot a kitöltő. A 9 hatósági eljárás közül 4-et kell az ügyfeleinknek kiválasztani, mely szerintük fontos, hogy ennek vonatkozásában az eljárási díjak csökkenjenek, illetve a 10. pontban pedig lehetősége van azt a javaslatot megtenni, hogy esetleg mi az a hatósági eljárási díj, aminek a megszüntetését vagy csökkentését ő fontosnak tartja. A kérdőív tehát akkor érvényes, ha az állampolgár 4 vagy annál kevesebb javaslatot jelöl meg. A kérdőíve kitöltésére augusztus 6-áig van lehetőség interneten a www.kormányhivatal.hu honlapon vagy papír alapon a kormányhivatalok és a járási hivatalok ügyfélfogadó helyiségeiben. Folyamatos a 47-es főút felújítása, jelzőőrös és jelzőlámpás forgalomirányítással, félpályás útlezárással, munkagépekkel találkozhatnak a Békéscsaba-Szeged vonalon közlekedők. Csorvás és Orosháza között a kettős kanyar előtt és után már felmarták az aszfaltot. Dolgoznak a korrigált, a jelenleginél kevésbé éles útkanyarulaton, illetve már építik a kerékpárút pályaszerkezeti rétegeit. Békés megyében több mint 8,9 milliárd forintból újítanak fel 34,4 kilométert. A munkálatokkal várhatóan 2015 őszére készül el a kivitelező. A helyi menetrendről is tanácskozik a képviselőtestület pénteken. Gyökeres és Szentetornya lakosai szorgalmazták a változást. A helyi autóbusz közlekedés Rákóczi telepen már változott, most ebben bíznak a szentetornyaiak is. Jelenleg 4 tervezet van, melyeket a lakossági jelzéseknek megfelelően állítottak össze. Hogy a 4 közül melyik lesz, és mekkora forrás szükséges a működtetéshez, az a június 26-i testületi ülésen kiderül. Téma lesz még a végelszámolás előtt álló Orosháza FC, az óvodai férőhelyek alakulása, házi orvosi, illetve gyermekházi orvosi körzetek betöltése. A pénteken 9 órakor kezdődő ülés eseményeit követhetik a városi TV kameráin keresztül, online pedig az Orosz Café tudósít. Vigyázzunk a gyerekekre! A nyári szünetben még inkább fontos figyelemfelhívás a gondtalan, balesetmentes vakáció érdekében. A rendőrség valamennyi közlekedő fokozott figyelmét kéri. Elballagtak az iskolások, a táblán a vakáció felirat, bizonyítványa kézben, megkezdődött a diákok által várt nyári szünidő. A pihenés mellett a felhőtlen játék a kikapcsolódás ideje, mely néhány alapvető szabály betartása mellett valóban önfelett lehet. Ezekre hívja fel a figyelmet a rendőrség idén is, hiszen nem árt ismételni a legfőbb tudnivalókat.
Szünidő megkezdése előtt feladatok hárulnak nem csak az iskolára, a rendőrökre, hanem a szülőkre is. Itt nagyon fontos lenne a közúti közlekedés szempontjából a gyalogos és kerékpáros szabályok alapjaira hívják fel a gyermekek figyelmét. Gyalogos közlekedésnél mindenféleképpen a kijelölt gyalogos átkelő helyen, ahol van, ott kellene átkelni a gyermekeknek kellő körültekintés után, ahol nincs természetesen a járda meghosszabbított vonalában, de itt is mindenféleképpen csak úgy lépjen le az úttestre a gyermek, ha kellő körültekintést megtette. Az országos statisztikák azt mutatják, a vakáció ideje alatt megnő a közlekedési balesetek és a vízi tragédiák száma. Orosházán az elmúlt éveket nézve szerencsére ez nem jellemző. A kerékpár kötelező felszerelései mindenféleképpen műszakilag kifogástalan állapotban legyenek a kerékpárok, mert onnantól kezdve, hogy egy közlekedési baleset történik a gyermekkel, kerékpár műszaki állapotát a rendőrség is vizsgálja. A fékek, a világító berendezések, csengők, prizmák mindenféleképpen a helyén legyenek. A rendőrség valamennyi közlekedő fokozott figyelmét kéri. Orosházán is zsúfolt a belváros, a játszóterek környéke. Legyenek óvatosabbak azokon a helyeken, ahol sok gyermek tartózkodik. Ha már nyári szünidő, szabálysértést követel az, aki tiltott helyen fürdőzik. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a gyopárosi tavak és a bányatavak környékét is. Nem céljuk a büntetés, inkább a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Az elmúlt hetek kánikulai időjárása miatt egyre többen látogatnak ki a fürdőkbe. De vannak, akik nem szeretik a strandokat, ezért inkább a folyókban, tavakban hűsölnek. Orosházán a Szentesi úti bányatavak és a gyopárosi tavak jöhetnek szóba, mint potenciális szabadtéri fürdőzőhelyek, de ezek veszélyesek. A rendőrség tájékoztatása szerint Orosházán a gyopárosítónál nem jellemző a tiltott fürdés. A bányatavak közül az egyik egy működő homokbánya területén van, tehát aki a tilalom ellenére ott fürdőzik, fokozott veszélynek teszi ki magát. A másik horgásztóként üzemelő bányató vizébe is tilos és veszélyes belemenni. Ebben a tóban 2010-ben tragédia történt, egy kazincbarcikai férfi vesztette életét. Az orosházi rendőrkapitányság rendőrei visszatérően ellenőrzik a gyopárosító és a két bányató környékét. Tavaly Orosházán a rendőrjárők nem szabtak ki helyszíni bírságot tiltott helyen való fürdőzés miatt, az azt megelőző évben, tehát 2013-ban viszont 6 ilyen eset is volt. A tiltott helyen való fürdőzés szabálysértésnek minősül, amelyet 5-től 50 ezer forintig terjedő bírságot szabhatnak ki a hatóságok, tehát nem csak a rendőrség. Ám a rendőrség célja nem a bírságolás, hanem a megelőzés, tehát az, hogy a fürdőzők biztonságát óvjuk és az életét védjük. Akinek tehát fontos a pénztárcája, és még inkább az élete, inkább válassza a kijelölt strandot. Megnyílt a legújabb kiállítás a múzeumban szombaton, ezúttal középpontban az űrkutatás. A múzeumok éjszakáját a retro jegyében rendezték, érdekes, élvezetes élményt nyújtva valamennyi korosztálynak. Tudja, melyik űrhajóval ért földet az első magyar űrhajós? Erre is választ kaphat a múzeumban, ahol megnyílt a legújabb kiállítás. Modellek, bélyegek, korabeli újságok, kitűzők és a ritkán látható űrkonzervek. Sok-sok korabeli relikvia várja az érdeklődőket. A 35 éve járt az első magyar az űrben című tárlat egészen augusztus 16-áig látható. A szervezők szerint az űrkutatás mindig népszerű téma. Az űrkutatás mindig is népszerű volt. A gyerekek különösen nyitottak erre a témára. Az idősebb korosztály pedig egyfajta nosztalgiával emlékszik vissza, hogy abban az időben mik voltak a hírek, illetve az akkori média milyen érdekes stílusban tálalta ezeket az eseményeket. Az orosházi intézményben a múzeumok éjszakáján mindig nyílik egy tárlat. Idén erre építették fel rendezvényüket, kísérő programjaik is ehhez az időszakhoz kapcsolódtak. A retro jegyében zajlott az élvezetes, élményekben gazdag program. Honnan jött az ötlet, hogy beöltöz? Hát, volt sok ilyen úttörő tárgyunk, és akkor hirtelen eszünkbe jutott, hogy milyen. És akkor volt még pár ötlet, de ez volt a legjobb. Mindig a múzeumok éjszakáján szoktunk nyitni egy kiállítást, ez a mostani egy apropó. 35 éve járt az első és eddig utolsó magyar űrhajós Farkas Bertalan a világűrben, és erre építettük fel a mostani
rendezvényünket, kísérő programjaink is mind-mind valamilyen úton, módon ehhez az időszakhoz kapcsolódnak. Elég csak rám nézni ez a csodálatos parókára és a 80-as évek napszemüvegére. Ez is próbálja kicsikét imitálni. Meg hát, hogyha megnézzük ezt a szép zöld nyakkendőt, ebben is az látható, hogy régen annak idején az úttörő nyakkendőt az ember megkötötte. Hát ez most már nem piros, hanem zöld, de gyakorlatilag félretéve a tréfát, a rendezvények is valamilyen szinten, akár az akadályversenyünk, akár a vetélkedőnk, vagy az élő koncertjeink mind-mind ehhez kapcsolódnak. Az országos összefogással szervezett Múzeumok Éjszakája kulturális forgatagot az 1999-ben indult francia példa nyomán 2003 óta rendezik meg hazánkban, évente több száz helyszínnel és több ezer programmal. Egészségnapot rendeztek a hajléktalan szállón. Előadások, egészséges ételek és szűrővizsgálatok várták a fedél nélkülieket. Az Egységes Szociális Központ hajléktalan szállója 2014 áprilisában indította a Foglak programot. 16 otthontalan számára nyújtanak segítséget. A projekt része volt a június 19-én tartott egészségnap is. Kétszer katétereztek, koszorújeret, stent háló van bent. Koszorébe, akkor 1-24 órás tapaszomba. Csak néhány betegség, amelyek a hajléktalanoknál életmódjukból fakadóan fokozottabban előfordulnak. Értük és nekik szólt az egészségnap, melyet a Foglak program keretében tartottak a hajléktalan szállón. A sokféle felkészítés, tréning, képzés, tanácsadások mellett nagyon fontos lehet az is, hogy egyfajta szemléletváltás történjen az egészségüket illetően is, hiszen a többi területen is egy szemléletformálás és szemléletváltás történik. Az egészségnap ennek a keretében zajlik. Az egészségnapra olyan civil szervezeteket is hívtak, ahol szintén segítségre szoruló emberekkel foglalkoznak. A tájékoztató előadások mellett pedig szűrővizsgálatok adtak pontos képet az otthontalanok egészségi állapotáról. Az is fontos lehet, hogy megismerjék, hogy a szervezetük hogyan működik, ilyen szempontból a szűrővizsgálatok abban segítenek, hogyha valahol valakinél valami probléma, egy magasabb érték jelentkezik, mondjuk egy vércukorszintmérésnél, egy testsúlymérésnél, egy vérnyomásmérésnél, akkor erre fölhívjuk a figyelmet, és hogy ez ne maradjon kezeletlen. A rendezvény egészséges ételek kóstolójával zárult. Gyermek, etka, hatha és relaxációs jóga, ezekkel mind megismerkedhettek az érdeklődők a vasárnap tartott első orvosházi jóga napon. Június 21-ét a jóga nemzetközi napjává nyilvánították, e kezdeményezéshez csatlakozott az Orvosházi Jóga Egyesület is. Összpontosítás, koncentráció, míg az örökkényüzsgő gyerek is elcsendesedik és csak a gyakorlatokra koncentrál. Az Orvosházi Jóga Egyesület első alkalommal rendezett jóganapot, csatlakozva a Nemzetközi Jóganaphoz. Olyan gyakorlatokat fognak végezni, amivel úgy gondoljuk, hogy az emberekhez közelebb fogjuk hozni a jógát, ami annyira fontos, hogy egy megjegyzést szeretnék hozzátenni, hogy nem régen a Dalai Láma a következő kijelentést tette, hogyha minden gyereket megtanulnának kb. 8 éves kor körül meditálni, akkor talán nem lenne háború. Kohári Béláné 25 éve hatha jógázik. Az egész egy jógáról szóló könyvvel kezdődött. Kaptam egy könyvet a Jóga mindennapi életben, és elolvastam, és akkor találkoztam először így a jógával, és azt gondoltam, hogy erre van szükségem. Mert nagyon sok gerinc problémám volt, és ez nekem nagyon sokat segített. A jogával kapcsolatban sok a tévhit. Nehéz és megerőltető, nyakatekert mozdulatokkal kombinált. Erről szó sincs, hisz a joga lényege, hogy használója minél jobban el tudjon csendesedni, önmagával tudjon foglalkozni. Ez fontos már gyerekkorban is. A fizikai egészségben segít a helyes légzés technika, a helyes testtartás elsajátításában, a mentális egészség szempontjából pedig a relaxáció vagy a meditáció gyermekkorban való elkezdése segít abban, hogy a figyelem, az összpontosítása fejlődjön a gyerekeknek, és segít abban, hogy el tudjanak csendesedni, befelé fordulni, egy kicsit önmagukra figyelni. A jógát már óvodáskortól ajánlják, de bármely életkorban megismerkedhetünk vele, sohasem késő elkezdeni. Nagyon fontos hozadéka van önmagunk megismerésében, egészségünk megőrzésében. Jóga munkára megyek!
ismét megrendezte már hagyományos repülőmodellező felkészítő táborát a helyi egyesület. Vasárnap volt a kötetlen baráti program. A repülőnap időpontja is megvan már, szeptember első hétvégéje. Kötetlenül repkedtek a modellek az orosházi repülőtéren, egymás és a közönség szórakoztatása volt a cél. Felkészítő táborát tartotta az orosházi városi modellező és sportklub, az ország több pontjáról várták a modellezőket. A jó hangulat, látványos figurák és a tapasztalatcsere garantált volt a hétvégi rendezvényen. Többféle gép is a magasba szállt, volt, aki lent is maradt. Ezeken a rendezvényeken bemutatunk motoros repülőmodelleket a 10 köbcentistől a 150 köbcentig, 1 métertől a 2,5 méter nagyságig, akkor egyre jobban terjednek az elektromos modellek, valamint néhány helikopterrel rendelkezünk, meg van a klubban drón is, tehát fejlődünk mink is. A klub következő versenye a Gyopárkupa FSRV nemzetközi hajómodellverseny lesz augusztus 22 és 24-e között Gyopárosfürdőn. A hagyományos repülőnapot pedig szeptember első hétvégén rendezik meg az orosházi repülőtéren. A Városi Televízió keddi híradójának legfőbb híreit nézzük még egyszer, röviden. Kérdőíveken, mondjuk meg az államnak, mi legyen ingyen. Lassabban, folyamatos a munka a 47-esen. A retro jegyében, múzeumok éjszakája Orosházán is. Az Orosházi Városi Televízió keddi híradóját látták. Táncos összefoglalóval várjuk Önöket a folytatásban, kommentár nélkül. Tévézzenek velünk, viszontlátásra!